ezelőtt azt is bejelentette, hogy hát kijelentette, hogy azért Lengyelországot Ukrajna bele akarja sodorni ebbe a háborúba, azáltal, hogy ugye folyamatosan követelőzik, és olyan elvárásokat támaszt Lengyelországgal szemben, ami egyértelmű, hogy az eszkalációhoz vezet. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés lesz most megint csak itt a mostani találkozón, de hát az biztos, hogy a magyar miniszterelnöknek a szerepe megkerülhetetlen lesz itt az orosz-ukrán háború kapcsán, amikor ugye az amerikai béketeremtés az egyik fő fókusz lesz. Tehát ugye Orbán Viktor az egyetlen olyan uniós vezető, aki egy békemissziót kezdeményezett, ugye ez július 1-től, amióta